Ez itt az alpesi lipetke, egy nagyon érdekes növény, egyetlen napig virágzik, aztán hirtelen elpusztul. Rendkívül mérgező, ezt a környék tehenei persze tudják és messziről elkerülik, de a turistákat táblákkal figyelmeztetik, hogy eszükbe ne jusson megkóstolni. Ez pedig itt egy tavaszhagyó kőrics. A néphiedelem szerint remekül gyógyítja a farideg zsábát. A kifejlett példányok 14 méter magasak, 3-3,5 tonnásak, és ilyenkor főleg kecskékkel táplálkoznak. Gyere, gyere, ott van egy barlangi rapcsánka! Ott fut! Be fog ugrani! Beugrott a barlangjába, nagyon-nagyon félénk állat. Egyedül él, és az a különlegessége, hogy saját magából táplálkozik. Emiatt aztán születésekor a legnagyobb a testsúlya. És majdnem elcsíptünk egyet. Igen, de amíg szaladtunk, legalább megbotlottam egy kantoni kockacukor nevű igerica ásványban. Ez tényleg egy kantoni kockacukor, utoljára 1917-ben találtak ilyet. Ez itt a havasi tömpe. Kifejezetten ezeket a nyári hófoltokat kedveli, de mélyebb hóban több ezer éves élő példányokat is találtak. A kutatók viszont tulajdonképpen még máig azon vitatkoznak, hogy a tömpe az állat vagy növény. Pedig teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy állat. Hogy növény. Nem, az látszik, hogy állat, hiszen nézd meg, állat. De hát innen látom, hogy egy növény. Hát most viszek neked. Hozd ide. Viszek neked, tessék. Most ha ez nem állat, akkor semmi. Hans-Jürgen Wurst 1817-ben leírta, hogy növény, bebizonyította. Mutassuk meg a nézőknek, döntsenek ők. Jó. És mi lesz a következő, ami állat? A tölgyfa? Viszem, nehogy kikeljen, ugyanis egy növény. Tökéletesen megfigyelhető a növényekre jellemző fermentus és auris. Ez bizony egy növény. Mondjuk nem tudom, hogy számolsz el a lábaival. Azok nem lábak, hanem gyökerek. Te. Lábak. Tehetségtelen. Elültetem, nevelek be egy szép kis fácskát, gyere velem, gyere, gyere, gyere. Most öled meg, most öled meg! Ez itt a híres háromlábú óriás patkány, ami szoros párkapcsolatban él, férj és feleség. Ez a párkapcsolat lényege, amiben ők élnek. Érdekesség, hogy már csak kettő él belőlük a világon, tehát hamarosan az egyik el fog pusztulni, és akkor véget ér ez a csodálatos kapcsolat, amiben ezek az élőlények már évmilliók óta élik életüket ezen a hegyen. Különösen veszélyeztetett faj, ugyanis a párok általában nem nemzenek gyermeket, úgyhogy a legritkább esetben születik utód valamilyen véletlen baleset folytán, úgyhogy ezért is van belőlük ilyen kevés.